A koronavírus járvány miatt a bika viadalok is szünetelnek Spanyolországban, ami veszélyezteti a tenyésztők megélhetését. Egy küzdelemre kitenyésztett bika számukra 5000 eurós költséggel jár, viszont ennek csak töredékét, 600 eurót kapnak, ha az állat húsát adják el. A tenyésztők ezért az államtól kértek segítséget. A Farmerek Alapítványának elnöke azt mondja, olyan segélyt kértek, mint minden más spanyol vagy európai kulturális rendezvény szervezője. Minden szervező biztosítást köt a rendezvényeire, azonban egy ilyen krízisre, mint amilyen a koronavírus járvány, nem lehet biztosítást kötni, magyarázza Victorino Martín. Állatvédők távolról sem értenek egyet a tenyésztők igényével. Szerintük a forrásokat az államnak másra kell fordítania. A spanyol kormánynak, ahogy minden kormánynak a világon, az egészségügyet, az oktatást, a munkahelyek megvédését, a közép- és kis vállalkozásokat, valamint a legfontosabb szolgáltatásokat kell támogatnia. A bika viadal nem tartozik ezek közé, vélekedik az Anima Naturalis állatvédő szervezet igazgatója. A tenyésztők azt mondják, nem adják fel, mivel már a tönk szélén állnak. Az Anima Naturalis úgy foglalt állást, megérti a tenyésztők gondjait, azonban több mint 1200 bika menekül meg azáltal, hogy nincsenek viadalok. Az állatvédők ugyan tudják, hogy az állatok így is elpusztulnak, de legalább senki nem profitál a szenvedésükből.